Megmutattam nektek, hogy mire vagyok képes. A művészetemet! Megmutattam nektek, hogy mi a művészet. És elhittétek. A legfontosabb kérdésekről, életről, halálról és művészetről is szól Matej Visnyec Bohóc kerestetik című darabja, melynek bemutatóját csütörtök este tartják. A három marosvásárhelyi színész, Széjes Ferenc, Györfi András és Kárp György igazi jutalomjáték részese lehet, hiszen a három karakter megformálása nagyszerű lehetőséget kínál a színészek számára. A darabban három öreg bohóc várakozik az utolsó esélyre a zárva maradó ajtó előtt. Ők a jól ismert Fellini film bohócainak leszármazottai. Egyszerre mindenkik és senkik. A várakozás tulajdonképpen, mint a létezés felfüggesztésének a metaforája, tehát jelenik meg a darabban. Ugyanakkor meg ez azért szerintem egy nagyon hálás darab, hiszen tulajdonképpen, tehát hogy bohóc kerestetik, tehát a színházról szól, a művészetről szól mindenképpen, arról is, hogy ebben a korban, meg hát az elmúlásról. Meg ahogy tetszik, akkor a talmi dicsőségekről, arról, hogy mennyire a pillanat művészete, a színház, a cirkusz, hiszen ugye ma sztár vagy, holnap már nem emlékeznek rád. Tehát, hogy most mennyit is ér egy teljes élet, amit a művészetben éltél le, vagy a művészetnek élted le. Az előadás külön érdekessége, hogy dramaturgként a Gyulai Várszínház igazgatója Elek Tibor is közreműködött benne. A szöveget ugye azt mondták a színészek, hogy nagyon hosszú, meg a rendező is, hogy ezzel valamit csinálni kell, és fölkértek engem a rendező, hogy hát ha már ugye együtt választottuk ki, meg én ismerem a szöveget, akkor próbáljam meg ezt a szöveget meg kukurtítani, tehát úgy húzni belőle részeket, hogy közben a történet ne sérüljön, meg a darabnak a szellemisége megmaradjon, meg az átkötések meg legyenek. Ugye ez egy dramaturgnak a feladata, és hát ezt a szerepet most örömmel fölvállaltam és elvégeztem, úgyhogy onnantól kezdve is figyelemmel kísérem a folyamatot, az alkotás folyamatát. Ugye Marosvásárhelyen már majdnem egy hónapot próbáltak, és aztán jöttek ide, és az utolsó 10 napot itt töltötték Gyulán. Az előadást csütörtök este a Várszínház kamaratermében mutatják be.